Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem sokkal, de egy picivel azért hosszabb leszek, mint Mesterházi Attila hozzászólásomban. Ugye az általános vitában is elmondtam, hogy egyetértünk azzal a kormányzat által hangoztatott elvvel, hogy mindenkinek ki kell venni a részét egy ilyen nehéz helyzetben a védekezésből, de még jobban örülnénk, hogyha ez valójában így is lenne. Mi azért láthatjuk azt, hogy a kormány egészen elképesztően brutális megszorítások mellett döntött. Ugye alapvetően az önkormányzatoknak esett neki, több körben elképesztő mennyiségű forrást vontak meg az önkormányzatoktól. Elérte az egyetemi szférát is a megszorítás, közel 20 milliárd forintot vettek el a működési költségek oldaláról az egyetemi szférában. Szerintem ez óriási hiba volt, és nagyon remélem, hogy ezt a döntést átgondolják. Látható világosan, hogy milyen romboló hatása van ezeknek a megszorító intézkedéseknek, főleg egyébként a kis települések esetében, de vannak olyan nehezebb gazdasági helyzetben lévő nagyvárosok, ahol szintén nagyon komolyan pusztítottak ezek a megszorítások, és nyilván ezeknek a hatásait majd később fogjuk látni teljes mértékben. Nekünk egy szavunk se volt annak kapcsán, hogy a pártok állam idei évi állami támogatásának a felét megvonták, a ilyen alapon, ugye, hogy mindenki vegye ki a részét a védekezésből. Én úgy tudom, hogy ezek kevesebb, mint 2 milliárd forintot tett ki. Azt viszont nehezményezem, és mindenképpen el szeretném mondani, hogy nem oly rég a gazdasági bizottság ülésén ezzel a jelmondattal, hogy valóban mindenki vegye ki a részét, amikor ilyen nehéz helyzetben van a magyar gazdaság és a magyar társadalom, hogy vegyék ki a részét az önök oligarchái, vegyék ki a védekezésből a részüket, és a gazdasági károk enyhítésében a nemzeti oligarchák, Mészáros, Lőrincek, Szíj Lászlók, stb. Ezt az erre vonatkozó javaslatunkat a gazdasági bizottságon elutasították, ez egy végtelenül álszent magatartás volt. Fontosnak tartom, hogy azért elmondjuk, hogy itt ugye az összes pártnak az állami támogatásának a felét megvonták, ez 2 milliárd forintot tesz ki, és akkor nézzük meg, itt Mészáros, Lőrinc és Szíj László cégei az elmúlt szűk évtizedben 2000 milliárd forint értékben nyertek meg közbeszerzéseket. Mészáros, Lőrinc cégei után a múlt évben 25 milliárd forint osztalékot vett föl, ebben az évben már 11,5 milliárd forintot vett föl a cégei után. Én azt gondolom, hogy az lenne az igazi lépés, az lenne az igazán őszinte és logikus lépés a kormány részéről, hogyha megteremteni a lehetőséget, hogy most azok az oligarchák, akiket önök hízlaltak föl az elmúlt időszakban, abban a sok 100 milliárdból visszaadnának a rendkívül nehéz helyzetbe került magyar családoknak, amit ők megnyertek itt az elmúlt időszakban. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy ez a javaslat, ez teljesen logikus, ugye az országgyűlési frakciók nem elválaszthatók a pártoktól, mi itt a választáson elinduló országgyűlési pártok képviselőjében vagyunk jelen, és azt teljesen logikus lépésnek tartom, hogy az országgyűlési frakció a megtakarítási terhére tudja támogatni az anyapártot. Én azt tudom mondani, hogy az NLP frakció igennel fog szavazni erre a javaslatra holnapi napon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.